Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Erlaki Gyula vagyok, a Budafok Tétényker barátkörésére. Különösen üdvözlöm anyák napja alkalmával a kedves anyukákat. Mai nap a kertünkről, a díszkertünkről ejtünk egy pár szót, mert a díszkert az különös terület. Az olyan, mint a konyha, mindig talál benne az ember valami tennivalókat. Most virágzik a két nyári virágoznak a két nyári növények, amelyeket már tavaly ősszel ugye elvetettünk, ilyenek például az árváska, a százszor szép, a törökszegfű, majd fog virágozni a margitszegfű, és természetesen a hamvaska, és nagyon szépen virágzik most a ne felejts. A egynyári növények magvetését már meg kell csinálni, mert tulajdonképpen a magvetéstől számított 3 hónapon belül fog az nekünk szépen virágozni. A egynyári magvakat, ha elszórjuk, akkor igyekezzünk arra, hogy legalább 3-szoros vastagságú föld kerüljön rája. A csírázásig, illetve az első sziklevél megjelenéséig mindig tartsuk nedvesen a területet, mert ha egyszer kiszárad a növénykénk, akkor megáll a fejlődésbe és vége a növényünknek. A évelők, amelyek a kertünkben találhatók, azok tulajdonképpen egész nyáron virágoznak, mindegyik két hétig, 3 hétig, ezért ajánlatos az, hogy a évelők közé tegyünk, ültessünk, vessünk egynyári magokat is, és akkor így színesebbé lesz a kertünk. A évelők közül most már a kannát és a dáliát el lehet ültetni, és azok a növényeket, azokat az évelőket, amelyek majd ősszel virágoznak, ilyen a krizantén vagy az aszter, azokat pedig még tőosztással osztatjuk és szaporíthatjuk. Ugyanúgy tehetjük a fűszer növényeinket is, például hát a hirtelen nem jut eszembe, de nem baj, azokat a növényeket, amelyeket még csak most hajtanak a fűszer növények, hogy legyen kertünkben is szép növények. A tulipán elvirágzott, ugye az most 2 hét múlva körülbelül kiszedhetők, és a krókusz ne szedjük ki a földből, mert jövőre ugyanott fog nekünk virágozni. Május 1-i hatállyal életbe lépett egy rendelkezés a fák kivágásáról, amely tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy önkormányzati rendelet a fászáru növények védelméről, amely minden magántulajdonra vonatkozik, amelyek a kerületben van. Természetesen azokat a fákat, amelyeket ki akarjuk vágni, azt először kérjük ki a önkormányzat véleményét, hogy kell-e hozzáengedély. Ha pedig az önkormányzat azt mondja, hogy nem kell engedély, de azért bejelentési kötelezettség van, de ugyanakkor a gyümölcsfáink nyesése, meccése az nem tartozik bejelentési kötelezettség alá. A kertünkben rengeteg növény található, minden növényen majdnem most már megjelennek a tetők, a zöld tető, a fekete tető, különböző gombabetegségek, és ezeknek a védelmére, megszüntetésére oda kell figyelni. A vegyszereket a gazdaboltba meg tudjuk szerezni, ahol megfelelő tanácsot is kapni. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten ugyanígy.